Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon egyszerű dolgot fogunk megismerni, méghozzá a Cinnamonhoz egy scriptek elnevezésű kis alkalmazást. Mi ez a kis alkalmazás? Ez a kis alkalmazás a panelon fog elhelyezkedni, ahogy lehet látni, megkapta a nevét, hogy scriptek, és itt fog elhelyezkedni, amikor én ezt elindítom, illetve rákattintok, a beállított scriptek között tudok gyorsan váltani, illetve a scriptek mappát meg tudom nyitni. Gyakorlatilag egy-egy script gyors indításához, azaz egérrel való kényelmes és begépelés nélküli indításához nagyon alkalmatos ez az egyszerű kis kiegészítője a Cinnamonnak. Hogyan is jutunk hozzá ehhez a kis alkalmazáshoz? Természetesen start menübe megkeressük a kis alkalmazások feliratú gombot, rákattintjuk és megkapjuk ezt a panelt. Rámegyünk a letöltésre, és ide szépen beírjuk azt, hogy script. SZK, tehát ez script, magyar nyelvű rendszert használok, nyilván, hogyha angolt használsz, angolul kell beírni, hogy scriptek. Kiválasztod azt, ami éppen fontos neked, itt van a scriptek menü. Gyakorlatilag mellette lesz egy ilyen kis nyilacska, arra rákattintasz, én már telepítettem, amit a nyilacska is mutat, utána mit kell tenni. Ide megyünk a kezelésre, és kijelöljük, megkeressük az új scriptek menüt, és rákattintunk a plusz jelre. Ezt azért ismétlem el, mert nekem az természetes lett volna, hogyha rákattintok, akkor automatikusan bekerül a használt eszközök közé, de nem, itt a plusz jelre kell kattintani, majd hogyha nem szeretnéd ezt már továbbiakban használni, akkor a mínusz jelre kell kattintani. Itt mit lehet tenni? Be kell állítani a beállítás, viszonylag egyszerű. Gyakorlatilag a beállítás annyi, hogy hozzá nem kell nyúlni, jó esetben egyetlen egy dolgot kell átállítani, na nézzük is meg. A beállítási panelba sokféle dolgot be tudsz állítani, de én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy a legfontosabb a scriptek elérési útvonala. Nyilván ezt meg kell adni, hol keresse a scripteket, amely útvonalat megadva, abba fogja keresni. Na hát nem azért mondtam el kétszer, hogy abba fogja keresni, meg kell adni, mert szeretem magam ismételni, hanem nagyon fontos, hogy ebbe a könyvtárba kizárólag olyan scriptek kerüljenek, ami független például egy elérési útvonaltól, akárhol futtathatók, azaz bárhonnét kiadhatod ezt a parancsot, és jól le fog futni. Mondjuk egy törlési script, ami az adott könyvtárat, amiben éppen van, az törli, illetve írja felül az állományokat, azt ide azért ne rakosgass be, tehát ide valóban csak azok kerüljenek, amik 101%-osan biztonsággal futhatnak, bárhonnét elindítva. A következő dolog, hogy egyéni ikon, hát igazából én ezzel nem szeretnék foglalkozni, cím megjelenítése, scriptek, nyilvánvalóan azt írsz be ide címnek, amit szeretnél, hogyha éppen nem szeretnéd a scriptek kiírást, akkor egy picike kis ikon fog megjelenni, kevesebb helyet foglal el. Én az első időben azért ott hagyom a scriptek feliratot, miért? Hogy tudjam, hogy erről van szó. Oké, a script végrehajtása, itt azért át kell gondolni, hogy terminált nyisson, script szerkesztése legyen, nyilvánvalóan itt nem a scriptet szeretném szerkeszteni, mert egy ellenőrzött, jól működő scriptet fogok betenni, illetve pontosabban scripteket betenni ebbe a könyvtárba, amit megadtam, erre igazán nincs szükségem, illetve a másik az, hogy háttérbe fusson, vagy van egy olyan lehetőség, hogy kérdezze meg, mi a teendő. Nyilvánvalóan, hogyha én egy scriptet beteszek ide, az én szemléletembe azért kerül ide, hogy egy kattintás és végezzel a dolgát, akkor nem fogok ilyen egyéb dolgokkal foglalkozni. A csendes végrehajtást vagy a terminált választom. Az első időben azért a terminálra kellene bökni, hogy biztos láss, hogy mit csinál a script, nehogy véletlenül valami probléma van benne. Két lehetőség van, természetesen a bal, illetve jobb gombbal rákattintva a scriptre, mit végezzen el, ugyanaz a beállítási lehetőség van, azaz jól be tudod skálázni a jobb és bal gombbal, mást csináljon, nekem természetesen jelen pillanatban az lesz, hogy ide egy csendes végrehajtást szeretnék tenni. Találja meg automatikusan a terminált scriptek terminálba való végrehajtásánál. Igen, nyilvánvalóan én szeretném, hogyha azt a terminált keresné meg, ami be van állítva,
az alap beállított terminált használja, ha pedig nem szeretném rábízni, hogy azt a terminált használja, ami alapban van megadva, akkor mi a lehetőség? Kikapcsolom, és explicit megadhatom a terminálnak a nevét, például akkor, hogyha esetlegesen át szeretném írni, hogy ezt a scriptet bizony, ha én egy terminálba szeretném futtatni, akkor legyen szíves már természetesen a Kitty, vagy az Alacrity, vagy akármelyik terminálba futtatni, amit én neki megadok. A következő beállítás itt nekem nem érdekes, én nem innét szeretném szerkeszteni a scriptjeimet, azt külön szeretem, nvim alatt oda megyek Rangerrel, és belépek, megnézem egyébként, én nekem megvan ennek a rituáléja, munkafolyamata, de hogyha valaki szeretné, az egyik gombhoz hozzárendelheti, ahogy az előbb láttuk a szerkesztést is, és hogyha az alapbeállítást szeretné használni szerkesztőnek, akkor hagyja. Ha pedig úgy gondolod, hogy saját magad meg szeretnél adni egy darab szerkesztőprogramot, akkor rákattintasz, láthatóan, hogy én tesztnek megadtam az Envim szerkesztőprogramot, nyilván ezt kikapcsolom, mert erre nincs szükségem, ennyi az egész. A következő lépés micsoda? Belépünk a könyvtárba, láthatóan meg is jelent az a könyvtár, amit mi megadtunk, és fel lehet tölteni. Egy apró trükköt szeretnék mutatni, nem nagy trükk, de a rendezettségnek igazából jót tesz. A scriptek kis alkalmazás alkalmatos arra, hogy rendszerezzük a scriptjeinket. Persze 3-5 scriptnél nem kell, de hogyha többféle scriptet szeretnél használni, akkor egyértelmű, hogy szeretnéd te rendezgetni. Például van egy olyan elgondolásom, hogy a mega feltöltéseimhez több scriptet fogok készíteni, és az jó lenne, ha nem a központi helyen lenne, egy listában, nem különálló almappába lenne, alkategóriába lenne, és itt a scripteknél meg is jelenne. Nem nagy trükk, de érdemes tudni, létrehozunk egy új mappát, annak adunk egy nevet, a neve mi legyen? Mega. Jó, a mega feltöltéseim ahhoz kapcsolódó scriptek ehhez tartoznak, és átmozgatom simán a scriptemet, és utána már lehet látni, hogy van egy ilyen almappa, amire rákattintasz, és utána megjelennek az almappába, alkategóriába a scriptjeink. Szerintem egy szuper kis eszköz, kicsit sokat is beszéltem róla, de én úgy gondolom, hogy ennek a használata nagyon-nagyon meggyorsítja azokat a munkaműveleteket, amiket én scriptesítettem, nem kell például terminált megnyitni, nem kell begépelni, hanem kattintással a munkafolyamatot el tudja végezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!